Sziasztok srácok! Új helyszín, nagyon szép hosszú egyenes, kurva nagy üres parkoló szombat délután. És itt van velünk a 2023-as év első elektromos járgánya, ami nem más, mint egy Kukirin G2 Max. Mit kell tudni ugye Kugóról? 2019-ben, ami már most már 4 éve volt, Kugó volt az első roller, a Kugó S1, majd a Kugó S1 Pro, és ezután aztán még volt 2 vagy 3, de lehet, hogy 4 különböző Kugó roller is itt a csatornán. Későbbiekben összefort valahogy ez a Kugó Kirin márkanév, most pedig, ahogy látjuk, csak úgy hivatkoznak rá, hogy Kukirin, ez pedig a Kukirin G2 Max. Srácok, mielőtt tovább mennénk a videóval, néhány héttel ezelőtt, most már inkább hónap, bemutattam nektek a másik csatornámat, volt egy leleplező videó erről, jobb felül megtaláljátok, záróképernyő elemek között jobb felül ugye kártyában, a leírásban a Kugó linkje alatt, úgyhogy el tudtok jutni erre a csatornára, ami azért fontos, ugyanis itt van egy egész komoly bemutató videóm a rollerről, másik csatornán viszont sok apró és részletesebb videó lesz róla, hogyha érdekel a kicsomagolás, összeszerelés, töltés, kerékfelpumpálás, rejtett menü, stb. Mit hogyan kell csinálni, akkor ezt ott meg tudjátok nézni. Nézzük át kicsit a roller részletesen, de még előtte mondom, hogy azért örültem ennek a tesztelési lehetőségnek, hogy végre nem egy ilyen 100 000 forintos sima roller, ami tud menni 3 módba max 25-tel, meg mit tudom én 25-30 km-re hatótávja, hanem végre kaptam egy offroad rollert, meg fogjuk nézni terepen is, hogy mit tud. Először itt akartam az aszfalton meg elmesélni róla, hogy nagyjából mik a specifikációi. A Kugótól 290 és 300 000 forint között meg lehet venni, ingyen szállítással, áfa és vámmentesen euraktárból, nekem is Lengyelországba jött néhány nap alatt hozta a GLS. Azt tudni kell róla, hogy kurva nehéz. Önmagában a roller 32 kiló. Úgyhogy ez nem mondható már könnyűnek, mint a többi. De jöjjenek a durva részletek. Mi nehéz benne? Az akkumulátor, az kurva nehéz, 48 voltos, 20 amperórás. Gyári adatok szerint 80 km tud egy töltéssel. 10-12 óra alatt tölt fel ugye a hozzájáró töltővel. A végsebessége elvileg 55. Én nem tudtam itt 50-et elérni, 47-et, 85 kiló vagyok, úgyhogy szerintem alattam ez a max, amit tud a roller. 1-2-3 sebességi mód van, mindegyikben egyre gyorsabb, 1-esbe 15-tel, 2-esbe 30-al, 3-asba pedig ugye elvileg 55-tel tudna menni. Elől-hátul tárcsafék található, illetve elől-hátul most először kaptunk nagyon komoly lengéscsillapítókat, amik teszik is a dolgát, kettő kar között lengéscsillapító. Hátul van az 1000 wattos motorunk, van nagyon sok lámpánk, gyorsan bekapcsolom a rollert, majd utána mutatom részletesebben is egyelőre lámpákat. Bekapcsoló gomba lámpához. Elő van egy nagyon komoly LED fényszórónk. Felkapcsoljuk a lámpát, akkor itt alul kettő ilyen projektoros lámpa is világít. Hogyha átkapcsolunk indexre, amit majd megmutatok, akkor elkezd villogni ez a projektor. Átkapcsolunk jobbra, elkezd villogni az. Ha visszatesszük középső állásba, akkor világít mind a kettő, mint helyzetjelző. Ha felkapcsoljuk a lámpát, akkor hátul van hátsó menetfényünk, vagy helyzetjelzőnk. Ha pedig bármelyik féket behúzzuk, akkor elkezd villogni, így tudatva ugye a hátul jövővel, hogy éppen meg szeretnénk állni. Átkapcsolunk az indexre, akkor ez a bal oldali lámpa villog pirosan balra, illetve ugye jobbra. Van a roller oldalán egy nagyon böszme kitámasztó, úgyhogy ezt nem fogjátok elhagyni, és nem fogjátok nem észrevenni, hogy kitámasztva maradt. Talp természetesen csúszásgátlós, itt van a töltőportunk, ide tudjuk betugni a töltőt. Ha érdekel, hogy hogy kell összecsukni, most nem akarom itt ezzel húzni az időt, akkor a másik csatornán meg tudjátok nézni. Nagyon durván össze van rakva, nem fog összenyekleni alattatok. Kormány állítható, ugye a magassága, három pozícióba be fog kattanni, illetve mint a bicikli üléseknél rá tudtok még szorítani. Azt el kell mondanom így első körben a súlyával kapcsolatban, hogy nagyon nehéz volt már a harmadikra felvinni a csomagot, miután sikerült bepasszíroznom az autóba. Haverommal vittük fel a harmadikra, majd összeraktuk, levittük, kipróbáltuk, most hoztam le másodszorra. Nem tudnám ezt minden nap megtenni. Tehát egy az, hogy egy nagyon jó, nagyon király roller. Gyors, strapabíró, össze van rakva, látszik rajta minőség, látszik a 300 000 forintos ár. Viszont arra alkalmatlan szerintem, hogy metróba, buszra, villamosra felrakjátok. Ez arra való, hogy hazamentek, és földszinten belerakjátok egy tárolóba, a garázsotokba, és bementek a házba. Kapunk kettő darab kulcsot hozzá, kulcs nélkül el sem fogjuk tudni indítani. Bedugjuk a kulcsot, elforgatjuk, ilyenkor nem történik semmi. Van még egy gombunk. A gáz alatt van egy gomb, amire kurvára nincsen semmi ráírva, ezt kell megnyomni hosszan.
Miután megnyomtátok hosszan, voilà, bekapcsol a rollerünk. Kijelző, nem tudtok nyomkodni semmit, nem érintős, mutatja az információkat, mutatja, hogy mennyivel megyünk, 1-es, 2-es vagy 3-as sebességi módban vagyunk, mutatja, hogy jelenleg mennyit tettünk meg, illetve egy összkilométert, ez folyamatosan változik, mutatja az akku töltöttségét így vizuálisan is, illetve mutatja, hogy hány volt feszültség van jelenleg az akkumulátorban, 53,7. Jelenleg úgy, hogy ugye fel van töltve. Ez a bekapcsoló gombja a lámpának, ugye ezt már megmutattam, ilyenkor kapcsol be minden lámpát a rollerem, van egy indexünk, ugyanaz, mint a motoroknál, illetve van egy nagyon király dudánk. Sebességmódváltáshoz röviden meg kell nyomni ezt a fránya bekapcsoló gombot, ami el van rejtve. Egyesből ugye tud 15 km/h, ilyenkor meg szoktam emelni a rollernek a hátulját, akkor megjáratjuk. Terhelés nélkül 19-et tud mutatni az egyes módban. Kettesben 45 km/h, 3-asban pedig 68 max, amit tud mutatni. Van ugye hátsó, illetve első fékünk, a gázkar pedig ez a gomb itt. Mint látjátok, ez így elindul. Külön megjegyezném, másik csatornám lesz ez a titkos menü videó, már megnézem, hogy kell csinálni. Titkos menüben be tudod állítani azt, hogy ne így induljon a roller, hogy egyszer véletlenül rányomsz, és elmegy a francba, hanem meg kell löknöd, illetve be tudod kapcsolni a tempomatot, ami ugye azt jelenti, hogy mondjuk 1-esbe akarsz menni 15-tel, az a max, amit alatta tud. 8 másodpercig nyomod a gombot, mész 15-tel, és beáll tempomatra. Utána fékezel, vagy megint megnyomod a gombot, akkor kikapcsol, de nem kell folyamatosan nyomnod, hogyha 40 km-t akarsz menni egyenesen 15 km/h. Nézzük meg itt egyenesbe, hogy mit tud. Bekapcsolom az 1-es módot, kitámasztó felcsap. Elnyomjuk a gáz, nagyon komolyan indul el. Tetszik, szinte kiugrik. Most 16-tal megyek. 17, kemény 17 km/h. Mindjárt megfordulok, felváltunk 2-esbe. És ne felejtsétek el, offroad, ahol az indexkép is készült, mindjárt következik. Felváltunk 2-es módba, elindulunk. Rövid nadrágban vagyok, pólóban vagyok. Nem fogom megpróbálni, hogy mennyi a vége. Alattam ugye 47-et tudott. 2-es sebességi módban 34, 35, 36, 36 km/h. Jók ezek az egyenes aszfaltok. Először Gántra szerettem volna menni, ahol lesz az offroad teszt része a rollernek, de ott ugye nem tudtam volna ilyen szép egyenes pályát találni hozzá. 3-as sebességi mód, most ugrik a majom a vízbe, felállunk erre a bitang nehéz rollerre. Próbáljuk egyik irányba se fezíteni, óvatosan állunk rajta. 38, 39, 40, 42, 44, 46, 46, higgyük el neki, hogy képes 55-tel menni valaki alatt. Aztán kell még mondanom, hogy a csomagban kapsz egy ilyen rollert, töltőt, imbuszkészletet, két nagyon komoly leírást hozzá, egy füzetet, illetve egy ilyen quick start guide-ot, csavarokat, ugye az összeszereléshez, illetve ami még ez a rollerhez jár, és én nem próbáltam még ki. Megmondom őszintén, hogy nem tetszett, de fogok vagy majd vele tenni egy próbát, az az ülés. Az ülést ide hátra lehet felrögzíteni 4 csavarral, el lehet dönteni, hogyha összecsukjátok a rollert, illetve lehet állítani a magasságát. Nekem valahogy sose tetszettek ezek a ülőhelyjel rendelkező rollerek. Srácok, lessük meg ezt az offroad dolgot, hogy tud menni a roller. Lesz külső felvétel, lesz ilyen pov, mint most. Úgyhogy nézzük. Az a kurva nagy szerencsétek van, hogy el tudtam jönni a Marsra. És megnézzük az elektromos rollerünket per marsjárónkat, hogy hogy működik. Legyünk menők, úgyhogy berakjuk 3-as módba, hogy működik terepen. Szerencsére sikerült itt Gánton kifognom ezt a volt, bauszit, kitermelő, akármi. Nekem elég kietlen részét, hogy nincs itt senki. Ennek nagyon örülök. Kerékünk. Tyuhú! Hármasban vagyunk. Párom mondta, hogy ha elesek, akkor még jól meg is fog verni. Kicsit érződik a mondandómon a rezonancia. Azért meglehetősen offroadnak minősítem ezt a terepet. Itt az előbb ilyen füves, dimbes, dombos, kövek, stb. Ott jöttünk. Ott még csak 1-esben nagyon szépen átjött rajta.
Fú, de kurva jó lenne itt elesni. Oh, fékünk működik. Külön szép lesz, majd most hoztunk vizet, meg törcsiket, kicsit megpróbálom letakarítani majd a kerekét. A kocsiban nem akartam lehajtani az ülést, így a hátsó ülésre raktam, nem a csomagtartóba. Yeah. Hát ez kurva jó. Hátsó fék, lehet vele kicsit játszani. Ugye elkapar, meg így megindul a hátulja, hogyha úgy nyomod meg kanyarodás közben. Srácok, ez kurva jó. Ha nem is arra veszitek meg, hogy elmenjetek A-ból B-be, meg a boltba kenyérért, meg tejfölért, mert azért arra túlzásnak érzem, de erre kurva jó. Eljönni vele játszani, haverokkal mindenki elhozza 3 kilós ollerét, ami igazából 300 ezer forint, és 32 kiló, és mehet az offroad. Gyerekek, ennyi lett volna, ez kurva jó, hoppá! Srácok, ez lett volna a Kukirin G2 Maxnak a bemutató videója, onroad, offroad, minden specifikáció. Ha tetszett a videó, mindenképpen nyomjatok egy lájkot, ha még nem tettétek volna, iratkozzatok fel, általában motoros videókat készítek, de hogyha a lehetőségem adódik rá, akkor mindig elvállalom ezeket az elektromos roller, elektromos bicó, esetleg gördeszka teszteket, ami valamiféle jármű és ideillik a csatornába. Leírásban találtok hozzá linket, illetve rögzített kommentben, nézzétek meg, sokkal olcsóbb, mint itthon megvenni, akár 100 000 forintot is tudtok rajta spórolni, néhány napon belül meg fog jönni, és ugyanúgy él a garanciátok. Nézzétek meg a másik csatornámat, van róla egy csomó videó, szerintem már mind felkerült, mire ezt megkapjátok itt HH-n. Írjátok le véleményeteket kommentben, kövessetek be Instagramon, én HH voltam. Sziasztok! Holy fucking blood.